Mondhatom az Bitó József esetében, hogy a 21 nyer? Igen, mondhatjuk, fogalmazhatunk így is. És hogy meg is magyarázzuk, hogy miért fogalmazhatunk így, hát azért, mert Bitó József 21 esztendős, és hát ha visszatekintünk erre a éppen, hogy csak több mint két évtizedre, akkor igenis szerencsésen alakult az élete. Mondhatjuk úgy is, hogy szerencsésen alakult. Persze meg kellett ezért dolgozni. Tenni kellett érte mindenképpen. Most itt beszélgettünk Miskolcon a Mária gyógyszertárban, de hogy itt dolgozhasson, annak azért több éves előzménye van. Hát hogyan is kezdődött ez a pályafutás? Hát úgy kezdődött, hogy én annó még a Ferencit választottam szakközépiskolának. Ott érettségiztem le, aztán szakosodnom kellett. Első szakmámnak végül a radiográfia asszisztens szakot választottam, majd a későbbiekben szerettem volna még egy szakmát mindenféleképpen. Így keveredtem ide gyógyszertári asszisztensként. Én azért azt is tudom, hogy választási lehetőség is megadatott a számára, mert ugye benne volt a pakliban az a bizonyos autószerelői szakma is. Mikor kezdtem én, akkor megjelöltem az autószerelői szakmát is. És hát oda is felvették, meg a Ferencibe is felvették, mégis mi volt, ami miatt a Ferenci mellett döntött? Vonzott ez az empatikusság, ez, hogy másokon segítsünk. Erre tanították, gondolom. Így van, anélkül nehéz lenne, nem is lehet ezt enélkül végezni. Ott az iskolában már komplex érettségit kellett tenni, ha jól tudom. Egészségügyi ismertekből. Ez azt jelenti, hogy kórházi gyakorlatra is szertett. 9-től kezdve voltunk az idősek otthonában, majd a elkövetkezendő 3 évben pedig a kórház területén, tehát osztályokon, illetve szakrendelőkben is voltunk gyakorlaton. Vissza tud emlékezni azokra a találkozásokra? Gondolok én olyan szituációra például, hogy a betegágy mellett kellett kontaktust teremteni valakivel. Hát igen, ebből van több pillanat is. Tehát elsőnek a kommunikációt említeném meg, hogy azt kellett felvenni vele, megtalálni a közös hangot. Nehéz volt? Voltak könnyebbek, illetve hát nehezebb esetek is. És kivel volt nehezebb, és kivel volt könnyebb? Ez nagyon egyénfüggő. Személy szerint én a fiatalokkal talán annyiban esetleg könnyebben, hogy ugye mi egy korosztály vagyunk, és így ezáltal könnyebb a beszélgetés. Milyen volt a találkozás az öregek otthonában? Sajnos voltak ott elég szomorú esetek is, de viszont emellett a sok szomorúság mellett voltak olyanok is, akik igenis életvidámmal álltak az élethez, tehát hogy jó volt nézni, hogy a két szélsőség igazából egy helyen. Előfordult-e például olyan, hogy a kórházi gyakorlat során valakivel közelebbi kapcsolatba került, betegre gondolok? Úgy nagyon közelebbi kapcsolatot nem is, hanem inkább jobban megismertem őt, tehát az a magánéletét illetőleg. Könnyen megnyílnak? Van, aki elzárkózott, és van, aki nyitott ezekre a kapcsolatokra. Mennyire erősítették meg a tapasztalatok abban, hogy jól döntöttem én, hogy az egészségügyi pályát választottam? Megerősített különösen a radiográfia, illetve ugye a gyógyszertár is az. Azt hiszem az volt a legerősebb. Mindenféleképpen szerettem volna több lábon állni, ha lehet így mondani, úgyhogy ezért döntöttem a gyógyszertári asszisztens mellett. Tehát most a tartsójában van egy radiológiai tudomány már tulajdonképpen, meg egy gyógyszertári, ugye, asszisztensi szinten? Így van. Mit jelent az valójában, hogy valaki gyógyszerészeti vagy gyógyszertári asszisztens? Asszisztenseknek a feladatkörébe tartozik ugye a betegekkel való felvilágosítás, tehát információ közlés, valamint a tehát a recept nélküli kiadásokat is elvégezhetik. Hogy került ide a Mária patikába? Hát még radiográfus voltam, ismerettség által kerültem így a patika közelében. Meg kellene itt említenem egy szemét, aki különösképpen közel áll a szívemhez, ő Majoros Krisztina, illetve anyukája, Marica néni. Hát mondhatjuk, hogy ők karoltak fel ugye a pályakezdésemnek így az elején. És hogy fogadták a kollégák? A kollégák nagyon pozitívak voltak első pillanattól fogva. Bármi kérdésem volt, szívesen adtak rá választ, illetve nagyon közvetlenek voltak velem kapcsolatban. Gyakorlatilag most miből áll egy napja, miből áll a munkája? Reggel jön az áru, áruátvétellel kezdődik, illetve a számlával. Ebben önnek milyen szerepe van? Hát az áruátvétel, aztán pedig hát az árurendszerezése, mivel hogy vannak ezekből tartozások, amik nem voltak készletük, majd ezeknek elrendezése után a betegek kiszolgálása, illetve magisztrális folyamatok lebonyolítása. Mióta van itt a patikában? Egy éve. Egy év alatt milyen tapasztalatokra
tett szert a betegeket illetően? A betegeket illetően pozitív tapasztalataim is vannak, vannak, amik annyira már nem. Mi tartozik az egyikbe, és mi a másikba? Pozitív tapasztalat, hogy tehát türelmesek a betegek, ugye, mert hogy előfordul, hogy várakozni kell. Negatív tapasztalatok pedig ez a meg nem értés, hogy van olyan probléma, hogy például nem tudjuk beszerezni, tehát hiányzik, és akkor a beteg mindenféleképpen mondja, hogy hát miért nem tudjuk beszerezni. Említett, hogy egy éve van itt a patikában, ez azt jelenti, hogy bizonyos idő szükségeltetik ahhoz, hogy előrelépjen, tehát valamilyen munkahelyi gyakorlat megszerzések. Így van, mindenféleképpen tapasztalatot kell szereznünk ahhoz, hogy mi ezt munkába tudjunk állni. Még mindig úgy érzem, hogy gyűjtenem kell még a tapasztalatokat, hiszen ez egy folyamatosan fejlődő ágazat, tehát ebben nincsenek sablonok, mindig folyamatosan fejlődik, és ezáltal fejlődnünk kell nekünk is. Ez azt jelenti, hogy nem áll meg a gyógyszertári asszisztensi szinten. Terveim között van a szakasszisztensi, gyógyszertári szakasszisztens szakma elvégzése is. Most csak gyakorlati munkát végez József, vagy tanul is, elméleti szinten is kell még gyarapítani a tudását? Persze mind a kettő szinten kell gyarapítanom még tudásomat. Még képlékeny a jövő, de szeretném majd, hogy még többet fejlődjek. Hogyha már gyógyszertárról, gyógyszerészi munkáról beszélünk, akkor meg kell említeni azt is, hogy kétféle nagy területe van, ugye? Maga a gyógyszertári munka, vagy pedig egészségügyi intézményeken belül az intézeti gyógyszerészeti munka. Elgondolkodott ezen, hogy itt is, ott is lehetne dolgozni? Hát elgondolkodtam ezen, de igazából nekem jobban tetszik ez a közforgalmú gyógyszertár. Miért? Közvetlen kapcsolatot ápolunk így a betegekkel. És erre szüksége van? Szerintem mindenféleképpen. Mert hogy? Jó dolog embereken segíteni. Előfordult már, hogy valaki akár a gyakorlati, iskolai gyakorlati időszak során, vagy itt az eltöltött egy esztendő során azt mondta, hogy ne haragudjon, de szóljon a kolléganőjének? Persze előfordult, hiszen én nem rendelkezem annyi tapasztalattal, illetve elméleti tudással, mint a kolléganők, illetve kollégák. Vannak törzsvásárlók, akik ugye ragaszkodnak a megszokott kollégákhoz, jobb bizalommal fordulnak hozzá. Persze, hogyha egy hölgy kérne egy olyan intim dolgot, akkor inkább hölgy kollégát kér, és ugyanígy a férfiaknál is ez elmondható. Egy esztendő ugye az elég hosszú idő ahhoz, hogy gyarapíthassa a tudományát, mind az emberi kapcsolatokat illetően, mind az empátiára való figyelemmel, mind a szakmai dolgokkal kapcsolatban. Mi mindent tanult az egy esztendő alatt? Hát az egy esztendő alatt rengeteg mindent tanultam. Gondolok itt a gyógyszerekre hatását illetően, hogy milyen hatással van a gyógyszer a szervezetre, milyen gyógyszerek mire hatnak. Na de hát ezt meg lehet tanulni könyvből, nem? Meg lehet tanulni könyvből is, viszont, mint mondtam, ez egy fejlődő ágazat, és folyamatosan újulnak. Mindig kijön egy újabb hatással, vagy éppen egy kicsit változatosan. Nap mint nap készítünk, mi is ugye a patikában gyártunk le gyógyszereket, mint például egy kúp, illetve rengeteg kenőcs oldatokat. De oda kell figyelni nagyon, mert itt minimális hiba is óriási veszélyt jelenthet. De itt azért nagy tapasztalattal rendelkező kollégák vannak, mint gyógyszerész, mint szakasszisztens, akik megfelelő tapasztalattal, illetve elméleti tudással rendelkeznek, amit nap mint nap megosztanak velem. Szokott kérdezni? Persze, folyamatosan. Például milyen esetben? Tehát volt olyan alkalom, amikor bejött ide egy vásárló, és kért egy dolgot, amiről fogalmam sem volt, hogy mi az, és aztán a kollégák így elmagyarázták, hogy az mi is az, és hogyan hat. Tehát ez az a tipikus eset, amelyre azt szokták mondani, hogy az elméleti tudományt el lehet sajátítani a tankönyvekből, az élet azonban rengeteg olyan dolgot produkál, amivel csak a gyakorlatban lehet szembesülni. Így van. Igazából ezt a témát megragadjuk, akkor itt a magisztrális dolgokat lehetne felhozni, hiszen az annyira sok tényezőtől függ, hogy hogy és mi. Említette, hogy változnak a gyógyszerek, meg az összetételek. Mi laikusok is tudjuk, hogy hát bizony előfordul, hogy néhány medicinát kivonnak a gyakorlatból, mert a sok év során kiderül, hogy valamilyen káros utóhatása van. Hát ezeket állandóan figyelni kell, állandóan résen kell lenni. Mindig friss információval kell rendelkeznünk. Az elmúlt egy évre visszatekintőleg sok mindent tanultam elméletileg, viszont amit a gyakorlatban kell alkalmaznunk, az rengeteg mindent úgy fogalmazhatok, hogy ellestem a kollégáktól, tehát inkább a betegekkel való kommunikációteremtés, hogy el kell nyerni a bizalmukat, hiszen az egyik legfontosabb tényező a bizalom.
felépítése, hogy ezt megteremtsük, és hogy meg is tartsuk persze. Jól érzi magát itt a Mária gyógyszertárban? Határozottan.